Mándoki Kongur István turkológus 1944. február 10-én született Karcagon, elemi és középiskoláit is itt végezte, a hegyi mezőgazdasági technikumban érettségizett. Osztálytársai ma is szívesen emlékeznek a szorgalmas diákra, aki már akkor a Kunmadarasi orosz laktanyában, kazak, kirgiz, krími, kazáni tatár katonákkal összebarátkozva tanulta ezeket a török nyelveket. A szintén karcagi német Gyula professzor tanítványa volt az ELTE török filológia tanszékén. Egyetemi tanulmányai után a Kőrösi Csomatársaság jegyzője, majd az altaisztikai kutatócsoport munkatársa volt a Magyar Tudományos Akadémián. A kazakok és a tatárok között végzett nyelvjárási és néprajzi gyűjtése hozzájárult számos magyarországi kun nyelvemlék, például a kun miatyánk megfejtéséhez. 1992. augusztus 22-én Mahacskalában hunyt el, kívánságának megfelelően a Kengszai temetőben helyezték végső nyugalomra szülővárosában és Kazasztánban is egyformán jól ismerik és tisztelik. A Karcagi Múzeumparkban lévő szobránál az önkormányzat nevében Szepesi Tibor polgármester, Sárikovált Szilvia alpolgármester és Rózsa Sándor jegyző, a Kún szövetség nevében Bene Sándor, Emeritus nagy kunkapitány koszorúztak.